Ilyesen. Szervusz, Gábor. De rég láttalak. Tudod mikor? 20 éve. Bajnám. Hány éve nem találkozott Sándorral? Legalább 10, de inkább 15. Milyen emberre emlékszik a 10 évvel ezelőtti időszakban? Milyen volt Sándor? Hát akkor nagyon rossz állapotban volt. A Népligetben találkoztunk, amikor jegyeket árult. Megrázó volt? Meg. Hiszen ő nagy ember volt a Budapesti Sakkszövetség főtitkára, és onnan ide le az egy nagy út volt. Száraz Sándor, 63 éves. Jelenleg utcai hirdetések és szórólapok ragasztásából tartja fenn magát. 20 évvel ezelőtt a Budapesti Sakkszövetség főtitkáraként ő irányította a sportág életét a fővárosban. Az ő története következik. Sándor, akkor, amikor ön a Sakkszövetségnek volt a főtitkára, akkor milyen nívón élt? Hát azt szokták akkoriban mondani, hogy átlagos, közepes, tehát se nem szegény, se nem gazdag, mindig a családomra költöttem. Hogy nézett ki a családja? Hány gyereke van? Nekem hivatalosan nincs gyerekem. Élettársi kapcsolatban voltam, és még a gyerekek sem lettek a nevemre illetve. De egy fiút, egy lányt tudhatnék magamének. Őtőlük mennyire szakadt el? Teljesen. Mikor beszéltek utoljára? Az esetem előtt, amikor eljutottam arra a fokra, hogy kiragasztom a segélykéről papírokat, előtte szakadt meg teljesen a kapcsolat. Addig sem volt szoros, különösképpen? Addig sem volt szoros, mert hát vidéken laktak, illetve a fiam az járja Európát kamionosként. Tehát addig sem volt szoros. Nagyon, nagyon ritkán találkoztunk. A volt élettársam is azt mondta, hogy mindig én voltam a hibás, és soha nem keresem másokban hibát. Mindig magamba kerestem, most is. És én úgy ítélem meg, hogy a sakk miatt mentünk mi szét tulajdonképpen, mert én gyakorlatilag jártam vagy az országba, vagy külföldön a sakkversenyeket. Így gyakorlatilag volt olyan évem, hogy csak azért mentem haza, hogy kicseréljem a bőröndöt. De a sakk mindig is fontosabb volt, mint bármi más? Sakk volt az első. A gyerekeknél is fontosabb? Mindenkinél. Mindig a sakk volt a fontos. Lelkiismeret furdalás ilyen értelemben nem is tapasztalt? Nem, mert a sakk azért volt fontos, hogy ők jó színvonalon éljenek. Nem az volt a fontos, hogy éljenek jó színvonalon, hanem hogy ők. Nem hiányolták a gyerekek? Lehet, hogy hiányoltak. Eltávolodtak egymástól, és akkor ön eljött onnan, és vett a gyerekeknek két lakást? Ezt jól értem? Jól érti. Vett két lakást, ebből fakadóan ön vásárolt egy másik lakást, ami, mint kiderült, súlyos hitellel volt terhelve, és az anyagi kálváriája az ebből fakadt. Igen. Meg abból, hogy a sakk, abban maradt számomra a sakk, én máshoz nem értek. Ha jól értem, kaptak a gyerekek, tehát a két vér szerinti gyerekek kapott öntől egy-egy lakást. Ebből fakadóan sem volt bennük annyi, hogy odafigyeljenek önre? Hát sose voltak ők gazdagok, és igazából a dolog az számomra volt fontos, mert én azt mondtam, hogy a fiúnak vettem, akkor a lánynak is kell venni, és akkor, amikor a lánynak vettem, akkor én már nem éltem velük. Az meg se fordult a fejébe, hogy segítségül forduljon hozzájuk? Nem. Büszkeségből? Igen. Hát olyan előfordul, vannak olyan élethelyzetek, amikor egy szülő rossz helyzetbe kerül, az nem szégyelni való dolog. Lehet, mert hát ezért nem vagyok jó sakkozó, mert rossz döntéseket hozok. Melyik volt az a rossz döntés ön szerint, visszagondolva az életére, amin megfeneklett ez a dolog, és ennyire félre csúszott? Nem volt rossz döntés. Célom volt, elértem, fontos volt. Még ennek árán is? Igen. Még így se cserélni el ezt a... Nem csinálnám másképp.
De Sándor, hát a célért való küzdés az egy fantasztikus dolog, és nemes. És szerintem sokan tiszteljük is ezért. De hát azért nem mindegy, hogy egy bizonyos célért mekkora áldozatot hoz az ember. De mostani életkörülményei is megérik, hogy azért a célért küzdjön? Igen. Nem az számít, hogy velem mivel. Az számít, hogy akik számomra fontosak, azoknak milyenek a körülményei. De ez nem túlzott áldozatvállalás? Nem áldozat. Mondja meg, mit csináljak. Amit szerettem, amiért az életemet odaadtam a sakk, az nincs. Valószínűleg sok hibásat léptem. Nem vettem észre, hogy rendszerváltás van. Tehát én nem ebben a világban emelkedtem, most ehhez a világhoz alkalmazkodnom kellene. Még most sem megy, még a mai napig sem. De mi hiányzik önből, ami mostani világ szükséglete szerint meg kellene, hogy legyen? A zsiványság. Túlbecsületes volt, meg jó hiszem? Igen. Itt él? Sajnos igen. Nincs ilyen lehetőségünk. Akkor, amikor ezt a lakást megvettem, akkor ez tisztasági fesztés alatt volt, és nullás áramtartozás volt rajta. Gáz volt. Sajnos nem ilyen egyszerű a történet, mert később kiderült, hogy a papírok is hamisak voltak, meg hát a tisztasági festés az tulajdonképpen a falakat fette, a rohadt falakat fette, és elment a kedvem az egész lakástól. Körülbelül egy 2-3 hét alatt kiderült, hogy ez lakhatatlan ez a lakás. Azóta nem is tudod hozzányúlni? Tehát ez azóta ilyen állapotban van? Hát gyakorlatilag igen, mert nincs rá pénzem. Tehát én akkor úgy kerültem ide, ebbe a kislakásba, vagy a nagylakásból lett két kislakás és 2 millió forintos hitel. És még az mi most is fönnáll? Igen. Hát fizettem egy darabig, aztán utána azt is veledtem. Mit tud itt csinálni, és mi az, amiben mondjuk nagyon nagy hiányt érez? Hát én nekem most az a fontos, hogy van ez a kis lámpa. Én este jövök csak haza. Ezt a kis lámpát itt fölkapcsolom, itt tudok főzni. És van egy televízióm, a segítőim jó voltából, és akkor azt bekapcsolom a tévét, és akkor érzem, amíg el nem alszok rajta. Tisztálkodni tud normálisan? Megvan a lehetőség? Hát meleg víz van, és akkor az megy. Nagyon szabódott, amikor mi többször beszéltünk telefonon, hogy ide jöjjünk. Igen. Nem akarta megmutatni? Hát lakhatatlan. Hát ez ide csak ilyen ember jön, akinek nincs más lehetősége. Röstelés az ember? Igen. Nem is hív el barátot, ismerős, nem nagyon volt? Soha senki nem volt itt. A fogadott lányabon kívül itt soha nem járt senki. Szeméremből? Mert hogy szégyelli az ember? Igen. Hát a segítők azok idehozták a holmikat, de ha jól emlékszek, akkor fél órát tovább senki nem volt itt. Tehát a segítők közül sem. Akkor, amikor az ember belép egy ilyen lakásba, jön haza este, és azért élt máshol is, más körülmények közt, akkor milyen érzések munkálnak benne? Hát az igazság, hogy nagyon sok rosszért, és én most már egyetlen egy dolgot szeretnék az életembe, hogy a fogadott lányomnak legyen egy kicsit jobban sorsa, és akkor én már befejeztem. Az az igazság, hogy a szüleim, azok már ebben a korban, amiben én most vagyok, már egyik se élt, úgyhogy nekem is már fáj mindenem. És hát nekem már csak az egy cél van, hogy a fogadott lányomnak még jó legyen, mert és nekem ez az öröm, hogy van a televízió, és akkor este hazajövök 10-11 óra körül, és akkor amíg el nem alszok a televízión, addig a sportcsatornát nézem, semmi más. Igen, és akkor 4 órakor csörög az óra, kb. 4:30-ra összeszedem magam, 4:30-kor fölkelek, és gyakorlatilag 6 órakor én már ragasztok valahol a városba a reklámokat.
Sándor azt mondja, hogy most már csak arra vágyik, hogy fogadott lányának sorsát egyenesbe hozza. Igen, mert nagyon megérdemli. Tőle kaptam az utolsó 4-5-6 évben örömet senki mástól. És őtől folyamatosan kapom az örömet, és őnek is nagyon rossz sorsa volt. És nagyon szeretném, fogadalmat tettem. És én nagyon makacs ember vagyok, én, hogyha valamit megfogadok, az úgy van. Örülök nagyon. Szia! Milyen napod volt? Nagyon jó volt. Na, hál' Istennek! Fölkeveredtek az emlékekben. De jó. Nagyon jó. Nekem az édesapámmal nem nagyon volt semmiféle kapcsolatom. Szerintem, amikor mi megismerkedtünk rá egy fél évre, 3 éve meghalt az édesapám. De hát már abban 3 éve sokkal több támogatást kaptam tőle, mint a saját édesapámtól. És miben merült ki ez a támogatás? Ezt szerettem mondani, hogy ő nagyon, egy nagyon okos ember, és nagyon sok hasznos tanácsot adott így az életben, mindenféle. Nagyon sok mindenről szoktunk beszélgetni, és mi azt szoktunk mondani, hogy mi ketten legyőzhetetlen páros vagyunk. Neki van 2 gyereke, és a 2 gyerekével eléggé nem... Bocsánat, apuka. Hogy például a saját gyerekeim, amikor felment hozzá vasárnap, így azt mondták, hogy nem ehet itt. Ez eléggé szörnyű, hogy felnemet 2 gyereket, mindent megadott nekik, és semmibe se veszik az apjukat. Más meg a fél karját levágni, hogyha ilyen apukája lenne, mint ő. Ahogy én lakom, ez egy nagyon pici lakás, én mondtam, hogy költözzön oda, sokat jobb körülmények között lakhatna, mint otthon, de ő meg szerintem úgy van vele, hogy nem akar a terhemre lenni. Önök terveik szerint együtt szeretnének élni? Igen. Hát remélem, már idén sikerül. Mi kell ehhez? Pénz. Félretett pénz. Nem tudunk úgy félrerakni, hogy ki tudjunk venni egy másik szobás lakást, meg olyan nagyon nehéz, drágák az albérletek, hogy most nehéz, de remélem, hogy sikerül megoldani. Önök egymásnak segítenek anyagilag is? Igen, mindenféle téren. Tehát melyikük van rosszabb helyzetben adott esetben, vagy kinek most kell? Már nincsen. Nincs, hogy ki van rosszabb helyzetben. Ha nekem van, akkor neki van. Ha neki van, akkor nekem is van. Ez kölcsönösen van. Mert féltem, hogy remélem, még sok ideje van hátra. Azt tudja, hogy van beírja a telefonjába? Édes. Így hívja önt? Igen. Ön hogy hívja? Apuka. És tudja, mit mondott, hogy mi tartja még Isten igazából életbe? Én. Hogy önön segítsen. Igen. De ez kölcsönös. Én nem tudom, mi lenne, ha ő nem lenne. Mi lenne? Hát meg, nekem már nincs semmi élő rokonom. Ezt nem szeretném, ha felvennék. Nem szeretném, ha nem lenne. Csak ő. Sándort rendkívül korán elvarázsolta a sakk. Szülei viszont nem nézték jó szemmel szenvedélyét, úgy gondolták, hogy ebből nem lehet megélni. A kamasz fiút eltiltották a játéktól, de Sándor titokban tovább gyakorolt és játszott. Csupán levelezési sakra volt lehetősége, vagyis levélben küldte a lépéseket ellenfeleinek. Vasárnapi lapon egy kisöreg eljött a lakásunkra, és becsöngetett, és apám nyitott ajtót, és mondta neki, hogy Száros Sándort keresi. És mondja apám, hogy itt állok maga előtt, én vagyok Száros Sándor. És azt mondja neki a kisöreg, hogy én magával sakkozok egy éve. Azt mondja apám, az nem létezik. Azt mondja, én nem tudok sakkozni. Hát azt mondja, akkor kivel sakkozok? És akkor rájöttek, hogy velem, és akkor kimentem, én akkor 16 éves voltam. Kimentem az ajtóba, és azt mondta a kisöreg, hogy Sanyikám, én már csak magával játszok, az összes többi ellenfelemet megvertem, és kíváncsi lennék arra, hogy ki sakkozott vele milyen jól, és a szüleim is kibékültek ezzel a sorssal. Ennyire fontos volt önnek, hogy még ennyi év távlatából is elmeséli, hát elfutja a könny a szemét. Igen, hát ez volt az életem. Képzelje, hogyha 30 éven keresztül azzal fekszik, hogy
Hát gyakorlatilag 12 órát foglalkoztam minden nap sakkal. Ugye visszafogott fiú volt, nem volt egy ilyen lázadó, úgy látom, ugye? Nem, soha. Végtelenül nyugodt. Az a egyetlen jó tulajdonsága, hogy mindig nyugodt voltam. Itt ilyen hippi korszakát érte? Mert azért ez nem piskolta ez a kép. Komoly, nagy szakálla volt. Igen, az úgy volt, hogy nemzetközi versenyen voltam Törökországban, és azt mondták, hogy a törökök azok a nagy szakálló embereket szeretik. De ekkorán? Hát ez egy... Hasamig leért. Hasáig leért? Igen, amikor Törökországban voltam, akkor hasamig megnövesztettem, és én voltam a magyar pasa. És úgy könnyen volt az életem. Bár a bazárban, a török bazárban azért azzal együtt átvágtak. Átvágták? Hát igen, mert alkudni kellett. Az meg önnek nem megy. Az nem. Jó irányító volt, tehát... Az mivel nyilvánult meg? Tehát... Nem üvöltözött, nem kiabált, hanem először megmutatta, utána viszont elvárta, hogy az ember meg tudja csinálni. Bekövetkezett a rendszerváltás. Én akkoriban 1 millió forintot tudtam szerezni egy évben sakra. A Magyar Sakkszövetség bekerült egy olyan szponzor, aki azt mondta, hogy 10 millió forintot fizet, hogyha nem én vagyok a főtitkár. Tehát hozza a saját emberét. Igen. És akkor ő lemondott, vagy? Nem. Akkor sem harcoltam. Harcolt? Harcoltam, mert rengeteget dolgoztam, felépítettem egy versenyrendszer Budapesten, ami ragyogó volt, azt merem állítani, minden beképzeltség nélkül. És féltettem. Olyan volt, mint a gyerekem. Tehát féltettem. Mégis minek kellett bekövetkezni, hogy meghajoljon, ha ilyen nagy elánnal küzdött? Hát nem választottak meg. Közgyűlést hívtak össze, rendkívüli közgyűlést, és nem választottak újra. Onnantól kezdve ön úgy, ahogy van, elfordult a saktól? Olyannyira, hogy átadás-átvétel se csináltam meg. Ahogy kiirdették a közgyűlésen az eredményt, kiléptem a teremből, és feléjük sem mentem több. Megsértődött? Igen. Igen, hát gyakorlatilag belém döpték a tört, tehát meghaltam. Nagyon légüres térbe került ez után? Tökéletesen. Kedvenc megnyitásod a sötét. Én olvastam Sándorról egy cikket az interneten. Az volt róla az első és az egyetlen cikk, és amikor elolvastam ezt az írás Sándorról, az engem nagyon-nagyon megindított. A sorsa, de leginkább a képek róla. És én megláttam az arcát, és annyira, hát nem tudom, tiszta volt a tekintete és az arca, és nem engedett el. Tehát rabul ejtett az arc, még egy-két nap után is gondoltam rá. Arra gondoltam, hogy talán szerződhetnénk egymással. Ő tanítsa a gyereket, és cserében, tehát hogy adjon magánórákat Misókának sakból. 19 éven keresztül, ha jól számolom, tehát a sakkszövetségtől való távozásától egészen Misóig, tehát addig a kisfiúig, akinek segít megtanulni sakkozni, mert a sakkfejlesztéség, ő nem is fogott a kezébe sakkfigurát? Nem. Meggyűlölte úgy, ahogy van. Sakkostól, mindenestől. Igen. Nem. A sakkot szeretem, mai napig szeretem, a sakk nem bántott. De 19 évig mégsem nyúlt hozzá. Nem. Nem, mert fogadalmat tettem, hogy hívtak egyébként, ezt is mondom, tehát 2-3 évvel később a leváltásom után volt delegáció, jöttek hozzám, visszahívtak, és nekik is azt mondtam, hogy nem. De miért nem? Mert elbántak, a küldöttség tagjai is ellenem szavaztak. De megéri az embernek ennyire dacosnak és büszkének lenni? Meg. Meg? Meg. Nem hiányzik maga a játék, nem hiányzik. Most ez így jó, hogy van ez a kisfiú, sokat látok bele. Mikor találkoztam, arra már nem emlékszem. Izgulok, amikor más embereket ismerek meg. Hát nem olyannak tűnsz pedig, de akkor izgultál ezek szerint, vagy jól leplezed. És mennyi időnek kellett eltennie, hogy megbarátkozz Sanyi bácsival? Egy perc. Egy perc? Ez minek volt köszönhető? Arra, hogy
Szerintem mind a ketten jól álltunk egymáshoz. Jól láttatok egymáshoz? Igen. És megszeretted? Nagyon. Milyen figura ez a Sanyi bácsi? Kedves, jóságos alak. Jóságos alak. És türelmes? Nagyon. Nagyon. Kell hozzád a türelem? Szomiszó. Tavaly karácsonyt mi már úgymond együtt töltöttük. Az mit jelent, hogy együtt töltöttük? Nem volt nálunk, de természetesen megajándékoztuk egymást. Tehát Sándor hétfőnként szokott jönni, mindig akkurátosan megkérdezi, hogy hány órakor, én mindig mondom, hogy 17:30, és akkor jön, és hétfőnként az az este az a miénk. Először tanítja a kisfiamat, kifaggatja, hogy mi történt az iskolában, utána pedig szépen megvacsorázunk közösen, rituálisan. Megisszuk a kávét, és sokszor azért itt van 8-ig, vagy még tovább is, és hát utána pedig ő még megy ragasztani. Mennyit kap egy versenyre? Egy papírért 4 forintot, de úgy, hogy abban nekem kell venni a ragasztót. És azon mennyit keres ezen a 4 forintot? Hát, mennyi a haszon? Körülbelül 3 forint átlagosan. 3 forintot keres egy papíron? Igen. És átlagosan mennyit ragaszt ki egy nap mondjuk? Hát ez a tereptől függ, hogy milyen terepen csinálom. Ezen a vízszintes terepen fél alatt ki tudok ragasztani 100-at. Az a csúcsom. Tehát mondjuk olyan 5-600 forintot keres egy óra. Igen, ugye? Igen. Hánykor kezdi? Hát ez változó, 6 órakor már általában ragasztok valahol a városba. És akkor csinálom 1-2 órát, mert nappal nem szeretem csinálni. És aztán este 5 óra körül folytatom. Nagyon elfárad a nap végére? Hát eléggé. Hát sokat vagyok, olyan 10-12 kilométert vagyok naponta. Gyalog? Gyalog. Buszra nem telik, bérletre vagy jegyre? Hát olyan légy. Esélytelen. Most, és hány napot dolgozik egy héten? Hát hetet. Minden áldott nap megy? Minden nap. Volt olyan időszak, amikor Sándornak szó szerint csak kenyérre és vízre tellett. 2 évvel ezelőtt karácsonykor mindösszesen 230 forintja maradt. Ennyi volt az összvagyona. Végső kétségbeesésében ekkor mindent egy lapra tett fel. A 230 forintját 10 darab szórólapra költötte. Segélykiáltása figyelemre talált. A szerény felajánlások mentették meg őt. Nem szeretnék abban a szerepben tetszelegni, hogy hú, mi milyen jót tettünk Sándorral, mert ő tett velünk jót. Mert ha megbetegszik Misó, és holnap nem tudunk vele itthon maradni, mert dolgozunk, akkor biztos, hogy Sándort hívjuk. És ő segít rajtunk, és vigyáz rá, és teljes lelki nyugalommal hagyjuk őket kettesben. Tehát amennyit mi segítettünk már úgymond neki, ő sokkal többet nekünk, úgy érzem. Minden esetre azt tényleg el tudnám képzelni, hogy gyerekekkel foglalkozzon, mert ekkora türelmet és szerítséget és szeretetet nem nagyon kapnának mástól a gyerekek. Megcsörrende mondjuk a telefonja, azért csak elvállalná. Hát egy próbát teszek. Nincs önbizalma, nem? Hát hány olyan ember tanít, aki a tizedét nem tette le az asztalra ebbe a sportágba, mint ön? Nem tettem én le sokat. Hogyha sokat tette volna le, akkor megbecsültek volna. Nem akarok sebeket térkedni, Isten látja lelkem, de nem lesz egy picit nagyvonalúbb az ember az idő előre haladtával a saját sérelmeivel szemben? Hogy ezt elengedi. Az egy akkori vezetés volt, az ő eljárása, kifogástárgyát képezi az ön életében, de ez már egy másik időszak. A sakk az nem hagyta cserben. Azért, mert akkor érte önt egy nagy sérelem, nem jelenti azt, hogy egy életre le kell számolni valamivel, ami az egész életének a legfontosabb része volt. Igen, te jó mondta, volt. Most már nem lehet? Most már más a fontos. Hát beleférhet, mert hogyha a Misor belefér, meg hogyha együtt beszélünk róla, akkor nyilván belefér. De most már más a fontosabb. Most mi a fontos? A lányom. Barbara. Igen. De akkor ez egy hosszú meccs lesz. Hosszú, de én nyerek. Az életet. Addig nem fejezem be a partot, amíg meg nem nyerek.